Vagyiségem nem tiszteltel köszöntöm Önöket a Szent György Albert Rotary Klub és a Magyar Rotary Disztrikt nevében. Elke Zoltán vagyok a Szent György Albert Rotary Klub tagja, és az apropója, hogy itt a Kárpáti étteremben találkozunk Önökkel, egy olyan program, amely a Magyar Rotary Disztriktnek és a Szent György Albert Rotary Klubnak is a következő másfél-két és fél évét meghatározza. Ez a Gift of Life program ajándékoz életet. Nagy tiszteltel köszöntöm az asztalnál Dr. professzor Katona Mátát, a Szegedi Tudományi Egyetem Orvostudományi Karának Gyermek Klinikájának professzorát, aki a rendezvényünknek az egyik előadója, és ővel fogunk beszélgetni arról, hogy a programban hogyan lesznek kiválasztva, és hogyan diagnosztizálják azokat a betegeket, akit határon túlról hozunk. Van még egy kisasszonyunk, Nagy Ida, aki érintett a Gift of Life programban, de erről majd a később ez lesz majd a legutolsó beszélgetésünk. Tiszteltel köszöntöm professzor Hartjánc Kisnát, aki a műtéti tímnek, az egy csapatnak a vezetője, a gyermekszívsebész. Ő és a csapata gondoskodik arról, hogy nagyon sok gyermeknek tudjunk egészséget biztosítani, rendelkezett következő jó pár 10-20-30 éveknek is sikerül. Hajdú Lászlót köszöntöm, a Szent György Albert Rotary Klub volt elnökét, aki magára a programról fog beszélni, és végül de nem utolsó sorban Szívós Mártont, olimpikon, világbajnok, többszörös kupa és bajnok, csapat vízilabdázó, aki támogatására biztosította a Gift of Life programot, hisz azt gondoljuk, hogy kellenek a példák, kellenek az arcok, és ráadásul Marci érintett is volt egy picit ebben az egész dologban, ami a betegségnek a dolga, de már ez rémet túl vagyunk. Tiszteltel megkérem Hajdú Lászlót, hogy mutassa a programot néhány kép segítségével, és megismertetjük Önökkel a Gift of Life harmadik ütemét és magát a programon a nemzetközi és magyar viszonylatában. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az első kérdésem az lenne, hogy nem nagyon szeretek ülve beszélni, hogy megtehetném el, hogy kimegyek. Vagy legalábbis beállok. Nyugodtan. Kész. Hát ennyi volt, igen. Mint Pilátus a krédóba, úgy kerültem én ebbe bele. És legalább annyira abból a szempontból kell, hogy elmondjam ezt a hasonlatot, hogy mekkora nagy felelősséget jelent ez a számomra. Amikor elnök lettem, akkor kért meg bennünket az előző team, aki vitte ezt a Rotaryn belül, ezt a programot, hogy vegyük át tőlük, mert hogy ez mégiscsak egy olyan nemes dolog, amit érdemes megtartani és továbbvinni. A programról tudni kell, hogy ez egy nemzetközi, a Rotarynak egy nemzetközi programja. A világ nagyon-nagyon sok országában jelen van. Eddig közel 12 000 gyermeket műtöttek meg ennek a programnak a keretén belül. A vállalás az, hogy 2020-ra ebből akár 18 000 gyermek is legyen. Sajnos mindig vannak olyan területek, ahol nehéz megoldani, vagy személyi feltétel, vagy egyéb okok miatt ezeknek a műtéteknek a gyors, hatékony elvégzését. 1991-ben Magyarországra költözött ez a program, akkor közel 40 gyermeket műtöttek meg. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy akkor Amerikába vitték ki, New Yorkba, New Jerseybe ezeket a gyermekeket, szülőkkel együtt. Repülőztették őket, ott megoldották a szállásukat, megműtötték, utógondozták őket, addig foglalkoztak a családdal is, rotari családok, és utána haza szállították őket. Itthon még kontroll alatt voltak. Legalább egy évig, ameddig kellett, tehát az orvosi kontroll az meg volt. Ennek a nemzetközi programnak nagyon kell egy olyan fix bázis, amit 91 óta Magyarország is be tud tölteni. A második szakasza ennek a programnak, 91-től 94-ig tartott, a második szakasz pedig 2015-ben kezdődött.
Ekkor egy nagyon nagy külföldi pályázati pénz elnyerésével egy komoly pénzhez jutott egy Rotary klub, aki meg tudta valósítani ebből a pénzből a 20 gyermeknek az életmentő műtétjét. Hogy milyen műtétekről van szó? Elsősorban olyan műtétekről van szó, ami vele született rendellenességekkel korai szakaszban fölismerhető. Erről majd a professzor úr tud bővebben beszélni. Legtöbbször katéteres műtéttel ezt el lehet intézni, de van, amikor nyitott szívműtétet kell alkalmazni. Ezeknek a műtéteknek a költsége másfél-két millió forint körül mozog. Pesten, amikor elkezdődött ez a program, és a pesti klinikán lettek műtve a gyermekek, akkor volt olyan műtét, ami akár 3 millió forintba is vele került. Hogy került Szeged kapcsolatba Gift of Life programmal? Annak köszönhető, hogy Szegeden van egy kiváló team, aki az előző szakasznak az utolsó 10-12 gyermekét megműtötte. Átvette ezt a műtéti feladatot. Talán mondhatjuk azt, hogy kicsit gazdaságosabban is meg tudtuk oldani ezt a programot Szegeden, mint itt Budapesten. Nagyon nagy előrelépés volt a klubunk számára az, illetve a feladatok szempontjából jó tett, hogy koordinálásba részt tudtunk venni az előző szakasznak a műtéteibe. Nagyon sok munkát fektetett ebbe bele Farkas András barátunk, aki a Szegedi Rotary Klubnak az oszlopos tagja, illetve a klubnak jó néhány további tagtársa is. Nagyon nagy kérdés volt ez, hogy Szegedre a Szegedi klub bevállalja ezt a programot. Amikor hozzám megérkezett személyesen az első olyan felajánlás, és még nem voltunk a programnak a birtokába, nem kezdtük el gyűjteni a pénzt, de megkaptam az első olyan 5 milliós felajánlást, amivel én már nyugodt lelkiismerettel belemertem vágni ebbe a programba az elnök évem alatt. Átvettük ezt a programot, összegyűjtöttünk közel 60 millió forintot eddig, amit úgy számoltunk, hogy gép berendezés vásárlására és 20 gyermek műtétére tudunk fordítani legalább. Tehát, de a cél az természetesen nem ez. Azért vagyunk most is itt jelen, hogy további pénzmennyiséget tudjunk gyűjteni, további eszközöket tudjunk bevonni ebbe a programba, ugyanis nagyon lényeges az, hogy nem Magyarországon történnek, nem magyarországi, magyar anyanyelvben működő, beszélő gyermekeket műtünk, hanem a környező országokból hozzuk ezeket a gyermekeket. Szerbiából, Romániából, és leginkább Ukrajnából. Ezeknek a gyerekeknek a utaztatására, előszűrésére nagyon sok pénzt kell költsünk. Ezekhez kérünk még további segítséget mindenkitől, aki akár magánemberként, akár cégként tudja támogatni ezt a programot, mert hogy a célunk az, hogy legalább még a 20-on fölül még egy 10 gyermeket ütetni tudjunk ebből a pénzből. A jövő ennyi, tehát a cél az, hogy a program ne álljon meg. Mindenki, minden program egy kicsivel összegszerűségben növekedett. A világon nagyon-nagyon sok pénzt, nagyon komoly pénzt költenek
támogatók erre a programra, úgyhogy szeretettel megkérek mindenkit, aki tud, hogy csatlakozzon erre a programra. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mint ahogy elnök úr elmondta, ez egy olyan program, egy nemzetközi program, és ennek a nemzetközi programnak egy nemzetközi szervezet az elindítója, hisz a Magyar Rotary District egy nemzetközi szervezetnek, a Rotary Világszervezetnek tagja. A Rotary Világszervezet 1,2 millió tagot számol, ez az egyetlen egy olyan jótékonysági szervezet, akinek az ENSZ-be képviselete van, és tanácskozási joggal részt vesz a mindenkori világelnök. És a magyar szervezet is 49 klubot számlál, és nézek itt az elsősorban nagyon kedves barátaimra, akiket mindjárt be is fogok mutatni. A 49 mellett perceken belül meg lesz az 50. klubunk, és várhatóan még 3 klub bejegyzése már folyamatban van. Tehát elmondhatjuk azt, hogy 2017-18-ban ez a létszám el fogja érni az 54-55 klubot. A magyar rotaristák közel 1200-an vannak, és a klubokban mindenki a saját projektjeit végzi. Nagy tisztelettel köszöntöm Pénzes Ilonát, a Magyar Rotary District kormányzóját ebben a ciklusban, 16-17-es ciklusban, és el kell mondjam, nagyon büszkék vagyunk, hiszen nekünk az első hölgy kormányzónk. Fantasztikus, hogy egy hölgy irányít egy ilyen csapatot mindenfajta előnyével, nagyon szeretünk fel dolgozni. Mellette a Vészáros Zoltán a következő kormányzónk, aki a következő évben fog lesz kormányzónk, és akkor mondjam, hogy Mészáros úr és az ő saját cég, a Hunorco, az egyik legnagyobb támogatója ennek a rendezvénynek. Kormányzó asszony is és kormányzó is arról biztosította bennünket, szegedieket és a rotaristákat, akik támogatjuk és támogatják ezt a programot, hogy a következő fél évben, közel fél évben és a következő évben is támogatást fognak adni és segítenek, amiben csak lehetnek, most is itt vannak. Mind a kettőket ajánlom az önök figyelmére, hisz kormányzó asszony a nagyon szertágazó 49 klub projektjeiről, magára a disztrikt projektjeiről, a hölgy konferenciáról és minden egyéb a programról fog tudni önöknek beszélgetni itt kérdések során is és akár magánbeszélgetésben is. Mészáros úr pedig, mint a következő kormányzó és egyik legnagyobb támogatót ajánlom figyelmükbe, hisz Szentesen egy cégvezetője az ő saját csapatával próbál segíteni a maga módján, és én azt gondolom, hogy kormányzó is a jövő évben is mindent el fog követni azért, hogy a Rotary még jobb megítélése legyen, még jobban tudjuk a támogatásainkat jó helyre küldeni. Az elsősorban jön még két nagyon kedves szegedi barátom, a Szentgyörgyi Albert Rotary Klub tagjai, Farkas András, aki ebben az etapban, ennek a harmadik ütemnek az etapjában a Gift of Life programnak a vezetője, ő koordinálja professzorasszonyra, professzorékkal, a beteg gyerekeknek a szállítását és minden egyéb gondját vette a kezébe és vállára, amit a saját cégének irányítása mellett kellett, hogy tegyen. És itt van a következő elnökünk, Gyulai Tamás, aki szintén levette a voksát a Gift of Life program mellett. Ő egyébként a programnak a nemzetközi kapcsolattartója. Én javaslom majd, hogyha a sajtótájékoztatóan a vége felé közelünk, bátran kérdezzenek tőlük is, hisz rengeteg információ van a birtokunkban. Tiszteltem megkérem Katona Márta professzor asszony, hogy egy picit beszéljen arról nekünk, hogy hogyan is találjuk meg ezeket a gyerekeket, akik határon túlról jönnek, és ha megtaláltuk őket, akkor mi a formája annak, hogy a szegedi szív műtéthez sorra kerüljenek, milyen elővizsgálatokra van szükség, mennyire nehéz a diagnosztizálása ezeknek a betegségeknek. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A Szent Györgyi Albert Orvostudományi Centrum Gyermekgyógyászati Klinikája és Szívsebészeti Osztálya, Kardiológiai Centrum Szívsebészeti Osztályának megtiszteltetés az, hogy fölvállalhattuk a Gift of Life programot. Számunkra ez nem idegen, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 1991-ben én is azon szerencsés orvosok között voltam, akik részt vehettek még abban az oktató programban, amikor a magyar gyerekek mentek ki szívműtétre, és együtt magyar orvosok is kijutottak, nem csak orvosok, asszisztensek, pumpatechnikusok, akik ugye egy extrakorporális szívműtétnél nagyon
fontos szerepet játszanak. New Yorkban, New Jersey-ben volt alkalmam 3 hónapot eltölteni, akkor ott döntően az ultrahang diagnosztikát tanultam, de kint volt Bogács Gábor, aki a jelenleg a szívsebészetnek a vezetője, és nagyon aktív részes ennek a programnak, illetve sajnos már nincs körünkben dr. Tekulics Péter, aki egy jól ismert rotarista, akit elveszítettünk, és alkalmunk volt ott tanulni. Nem lehet elmondani azt a fejlődést, ami azóta végbe ment, hogy most már nem mi visszük ki a gyerekeket, hanem a gyerekek jönnek ide, és itt is van olyan tudás, tehát olyan mértékű fejlődésen ment át a szívsebészet, és nem csak a szívsebészet, a diagnosztika, a szívsebészet és ugye az intenzív ellátás, ugye megoperálják a gyerekeket, és életben is kell tartani, hogy most már mi tudunk idehozni gyerekeket, és ez nagyon-nagyon jó érzés számunkra. Sokat szidott egészségügyünkben azért nálunk is vannak pozitívumok. Nagyon köszönjük a Szent Györgyi Albert Rotary Klubnak ezt a bizalmat, hogy ide helyezték Szegedre, és elmondanám, hogy hogyan találunk ezekre a gyerekekre, akiknek nagyon nagy szükségük van a teljes gyógyuláshoz egy szívműtétre. Jó kapcsolatokat ápolunk határainkon túlélő orvosokkal. Most már ugye, hogy ők is, ezek az orvosok is szabadabban utazhatnak, nagyon sok alkalommal magyar kongresszusokra meghívott résztvevőként jelen vannak, és így hát találkozunk velük, és az ő gondozásuk alatt lévő, vagy látókörükben lévő szívbeteg gyerekek, vagy szívbeteg gyanús gyermekeknek az átküldésével, és előzetesen egy doppler-echokardiográfiás vizsgálattal döntjük el, természetesen egyéb diagnosztikát is igénybe veszünk, EKG-t, mellkassöngent, laboratóriumi vizsgálatokat, de hangsúlyoznom kell, hogy döntően az ultrahang alapján kerülnek műtétre. Tehát ez is egy nagyon nagy előrelépés, hogy ma már a gyerekek nagy részét, és ebben van csecsemő, meg kisded, meg nagyobb gyerek is, nem kell kitenni olyan invazív beavatkozásnak, ugye egy invazív beavatkozásnak lehet szövődménye, tehát a diagnosztika, a diagnózis fölállítása non-invazív módon ultrahang alapján történik, és ez alapján döntünk, hogy igen, őt kell operálni, mikor kell operálni, hiszen a műtéteknek van egy optimális időpontja. Azt azért itt megjegyezném zárójelbe, hogy ugye ezek a gyerekek, akik ide kerülnek, egy kicsit már majdnem mindig túl vannak az optimális időponton, és ezért ez nagyon nagy felelősséget is ró ránk, hogy ugye azon vagyunk, hogy mindenkinek az egészségén javítsunk és segítsünk rajta. Hála Istennek minden műtét nagyon jól sikerült, és minden gyermek úgy ment el, hogy javult az egészségi állapota, sőt meg is gyógyult. Tehát ultrahangvizsgálat alapján kerülnek be a műtőbe, és utána igyekszünk olyan hamarra, hogy lehet, ez is egy nagy előrelépés, hogy ma már nem hetekig fekszenek bent egy extrakorporális szívműtét után, hanem hogyha nem lép föl valamilyen szövődmény, uralható szövődmény, akkor 2 hét múlva kibocsátjuk. Nem feltétlenül megy azonnal haza, például Erdélyben, hanem akkor még a Rotary nagyon szép programokat szervez ezeknek a gyerekeknek, de mindenképpen nagyon fontos, hogy jól gyógyulnak, gyorsan gyógyulnak, csodálatos a gyerekeket gyógyítani, mert sokkal rosszabb állapotból tudnak teljesen meggyógyulni, mint egy felnőtt. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani. És ez nagyon nagy öröm mindenki számára. Minden munkatársam, akik ebben részt vesznek, kardiológusok, asszisztensek, nagyon lelkesek, nagyon örömmel csatlakoztak ehhez a programhoz, és azon vagyunk, hogy ezt kiszélesítsük. Még olyan terv is van, hogy esetlegesen elmegyünk talán Ukrajnába, és ott próbálunk szűrni gyerekeket, elviszünk egy mobil ultrahangot, és egy nap alatt 25-30 gyereket megvizsgálva esetleg megtaláljuk azokat, akiknek szükségük van rá. Mert az időfaktornak borzasztó szerepe van, tehát nem mindegy, hogy mikor kerül. Egyre inkább a kisebb életkor felé tolódik ezeknek a nagy műtéteknek az optimális időpontja. Minél korábban lehet teljes korrekcióval meggyógyítani a gyermeket, annál nagyobb esélye van, hogy teljesen meggyógyul. Úgyhogy mi még egyszer köszönjük, mi nagyon lelkesen, nagyon nagy örömmel veszünk részt ebben a programban, és a magunk részéről igyekszünk a maximálisat nyújtani. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, professzor asszony! Azt kell, hogy mondjam, hogy ha már felállították
professzor asszonyik a diagnózist akkor, és szükség van a műtétre, akkor egy olyan csapatnak a kezébe kerülnek a gyerekek. És azért tessenek elképzelni, hogy a gyerekek, ahogy professzor asszony mondta, hogy csecsemétől kisdelik egy-két-három évesek, és itt felhívom a figyelmet, akár ott a prolapokra, hogy mindenfajta korosztályban voltak már gyerekek, akiket műteni kellett. Patyászki István professzor úr és csapata a diagnózis után teljes csapattal azon dolgozik, hogy a gyerekek nem olyan sokára egy új élet, egy egészséges élet reményébe jöjjenek. Mennyire, professzor úr, mennyire bonyolultak ezek a műtétek, és milyen költségei vannak a műtéteknek, mert ugye elnök úr mondta, az 1-2 millió forintot az egy átlag ár, talán egy picit olcsóbb is, sokkal drágább műtét is lehet. Szeretettel köszöntök mindenkit. Amit hallották, hogy ez a projekt három lábon áll. Egyik láb a háttér, a pénz, amit meg kell hozzá teremteni, hogy tudjuk csinálni. Ez az egyik legnehezebb feladat, ugye ez az, amit a Rotary Klub bevállalt és elvégzett, és nagy szeretnék köszönetet mondani ezért, hogy megteremtették a lehetőséget, hogy mi tudjunk dolgozni. Itt szeretném megemlíteni, már rákérdeztek a pénzre, ugye itt különböző típusú műtétek vannak, az sem mindegy, hogy egy újszülötten kell ezt elvégezni, vagy egy nagyobb gyereken, más a műtétnek a lefolyása és az utal kezelése is. Az egyszerű műtétük körülbelül 1 millió forint körül vannak, a nagyon bonyolult műtétek azok pedig elérhetik a 3 milliót, úgy általában 2-3 millió forint. Ezt azért nem lehet megmondani, mert betegekről van szó, nem lehet azt mondani, hogy 6 napig ápoljuk őket, és utána mennek haza, mert van, amelyik 7. nap haza tud menni, van, amelyiket egy hónapig kell utána kezelni, ez befolyásolja a dolgokat. Tehát ez lenne az egyik láb, ami nagyon fontos, és ugye szükségeltetik. A másik, amiről a Katona professzor azt mondja, beszélt, az ő feladatuk ugye a betegeknek fölkutatása, diagnózis csinálása, műtétre előkészített utána kezelése. És a harmadik láb, amiről kéne nekem beszélni, de nagyon egyszerűen ehhez értek, és csak annyit kell csinálni, hogy meg kell operálni őket, és megoperáljuk. Na most szerencsés helyzetben vagyok, miután egy kitűnő tím áll mögöttem, a Bogács Gábor tanár úr vezette szegedi szívsebészeti tím, illetve a Babik Barna vezette anesztézia, amik segítségével gyakorlatilag az 500 g-os csecsemő koraszülöttől a 80 éves felnőttig, beleszületett szívhibás felnőttig műtéteket el tudjuk végezni. És engedtessék meg, ha már itt elhangzottak ilyen korábbi dolgok, hogy az én kapcsolatomat hozzam a Rotaryhoz, ez a bizonyos 90-es év. Azt kell tudni, hogy a szívsebészet és a gyerekkardiológia is egy fiatal tudományág, és teljes mértékben ki van szolgáltatva a technikának. 80-as években még nem volt MR, CT, háromdimenziós ultra, mint most van, ugyanígy nem állt rendelkezésünkre a műszív és egyéb dolgok, viszont akkor indult el ugye a szívsebészetnek a fejlődés, nem csak nálunk, hanem külföldön is. 80-as években az a baba, aki vele született, szívfejlődésében rendenséggel született, azoknak a 80%-a nem érte meg az egyéves kort. Ez most 1-2%-ra tehető vissza. Természetesen a műtétek időtartama is más volt, míg azt a típusú műtétet, amit 2-3 óra alatt most elvégzünk, azt anodasztum 6-8 volt, amikor 10 óráig operáltuk, nem csak mi külföldön is. 90-es évek elején kerültünk olyan fázisba, hogy elkezdtünk operálni mi is betegeket, viszont nem volt elég műtéti kapacitásunk, és itt jött a segítség a Rotaryval, hogy a Fekete Farkas Pár kollégánk, gyerekkardiológus kollega, Rotary tagja volt, ő vette föl a kapcsolatot és intézte ezeket a dolgokat, hogy a hosszú várólistára levő gyerekeket ki tudták vinni külföldre operálni. Azt én senkinek se akarom elmondani, hogy milyen érzés az, mikor az ember egy beteg gyereket bemutatnak neki, eldönti, hogy megoperáljuk, meg fogjuk tudni operálni, és mire várjuk, hogy bejön műtétre, addig közlik, hogy sajnos nem várta meg a műtétet. Na ez az előzmény kellett ahhoz, hogy mikor 5 évvel ezelőtt megkerestek a Rotary, és akkor Magyarországon nyitjuk el ezt a programot, kapásból igent mondtunk, hogy miután mi megkaptuk ezt a segítséget, ezt próbáljuk visszaadni, továbbadni, és másnál is tudjuk segíteni. Na most itt jön, amiről még én szeretnék egy kicsit
beszélni két mondatot, ami sikerek azért oda vezetnek, hogy következő újabb problémákat vetnek föl. Miről beszélek, ugye? Itt jön ez a bizonyos 80%, aki nem érte meg az egyéves kort, és ez most már megéri. Ez annyit jelent, hogy egyre több olyan felnőttünk van, olyan beleszületett szívbeteg gyerek, akit megoperáltunk, megéli a felnőtt kort. És a felnőtt korban az ezekkel lehetnek problémák, amikkel kell megint csak foglalkozni. Én egy 2 éves gyerekbe beültetünk egy műbillentyűt, egy műeret, logikusan nem nő a gyerekkel, ezt ki kell cserélni, számos ilyen probléma van. Tehát megjelenik egy újabb olyan probléma, amire foglalkozni kell, és fölvetem, hogy gondolkozni kell róla. Tehát azok a vele született szívhibás betegek, akik megélik a felnőtt kort és problémát, azokat is kell nekünk foglalkozni, operálni, mert ezekhez a megoldása, az diagnosztikájához és műtétjéhez nem értenek mások, csak mi. Tehát ha megvan a feltétel és a szegedi szívsebészete megvan, ezzel is kell foglalkoznunk, és nem szabad sorsukra hagyni ezeket a betegeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, professzor úr. Professzor asszony és professzor úr is arról beszéltek, hogy veled született rendellenség, és hát ugye azt tudjuk, hogy a rohanó világunkban érnek bennünket hatások, pozitív és negatív hatások is, és gondolom professzor úr is, professzor asszony is megmondhatója, hogy a mi felnőtt korosztályunk érrendszeri betegségekkel túlzsúfolva kerül kórházba mindenfajta dologgal. Amikor elkezdtük a Gift of Life programot, akkor abba egyeztünk meg Farkas Andrással, akkor járunk el Hajdú Lászlóval, hogy mindenféleképpen szeretnénk magunknak egy olyan támogatót találni, egy olyan a szó értelmében véve híres embert, aki mellé áll ennek a programnak. Azon, hogy a világ és a magyar hírességet sora áll jótékonysági programok mellé, adja az arcát, nevét egy-egy programhoz, és ezek nagyon nagy büszkeség, mert hisz a mi munkánkat is, elismeri ezzel, és talán a cél elérésében is tud segíteni. Nagyon sokat beszélgettünk és gondolkoztunk, és én gyerekkoromban önfeledten néztem egy úrnak az apukáját, aki a Müncheni olimpián és számos olimpián világversenyen végigverték a világot. Aztán van egy nagyapja, az idősebbik Szívós István, aki az 50-es évek aranycsapatának egyik meghatározó játékosa volt, aztán Szeged egy vízilabdás főváros, hisz mindig ott vagyunk az első 3-4-5-ben, időnként lenkupát nyerünk, és ott olvastam a harmadik generációról, Szívós Márkorról, aki talán 2-2,5 évet játszott Szegeden. Ezért mindig nem hozza össze a Gift of Life programot, azt gondolom Marcival, de hát amikor a szegedi Viapoló csapatának, csapatkapitánynak, mint egy vasas meccsen megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor az ember nem érzi jól magát, majd elment, és aztán erről beszéljen ő két mondatot, mert nem is ezért hívtuk, hanem azért, hogy segítsen nekünk abban, hogy ez a Gift of Life program nagyon sok emberhez eljusson, és ha ő mondja, akkor talán még a hívószó is könnyebb, hogy kérünk még egy kis segítséget. A Gift of Life támogatója, segítője Szívós Márton, olimpikon vízilabdázó. Marci, kérlek, hogy mondd el, hogy miért fontos ez neked, és hogy mit javasolsz, és mit kérünk rajtad keresztül is a barátainktól, a támogatóinktól, a lehető támogatóinktól. Üdvözlök mindenkit. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. Köszönetet mondjak azoknak az embereknek, akik ebben a programban részt vesznek. Mert amikor a híreket nézzük, akkor csak annyit látunk, hogy szervezet egy program segített egy gyerekem, és nem látunk mögé, hogy micsoda munka, micsoda megterhelés van a mögött, az egész mögött, hogy akár egy, nem pedig több ezer gyerek megmentéséről beszéljük. Szóval az első mondatom a köszönet. Nem volt kérdés számomra, hogy ennek a felkérésnek igen mondja. Lekett Zoltán hívott föl, és egy pár perces beszélgetés után gyakorlatilag eldöntöttem, hogy természetesen mellé állok ennek az ügynek, és bízom benne, hogy a Gift of Life programnak a harmadik üteme az
legalább olyan sikeres lesz, mint az első kettő, és megalapozza majd a negyedik ütemnek a, amiben bízom benne, hogy lesz. És én azt gondolom, hogy rendkívül fontos a megelőzés, rendkívül fontos a sport a gyerekek életében, hiszen egy felkészíti őket az életre, de akár felkészíti őket egy olyan eseményre is, amire nem számítanak. Én sem számítottam rá, hogy velem történhet bármi is. És biztos vagyok benne, hogy a sportnak köszönhetem azt, hogy ez szerencsésen zárult és megoldódott. A fizikumomnak is, annak is, hogy a sportolás alatt derült ez ki, hiszen a sport alatt, azért a megterhelés alatt sokszor derülnek ki olyan dolgok, amik nem biztos, hogy a hétköznapokban kiderülnek, vagy ha már a hétköznapokban derülnek ki, akkor az már késő. Szóval nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek sportoljanak, és így jobban oda tudnak rájuk figyelni, mint a szülők, mint az edzők, az orvosok, mindenki. Én nagyon remélem, hogy a harmadik ütem sikeres lesz, ehhez természetesen nagyon sok támogatásra van szükség, hiszen minden egyes élet nagyon fontos, és minden egyes segítség életeket menthet, tehát bízom benne, hogy a személyem is felhívja a figyelmet erre a programba, és tovább folytatódik ez a sikeres munka. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy Marci mellé állt a programnak, és az a melléállás az nem csak neki szól, hanem a magyar Rotary kluboknak, azoknak a rotaristáknak, azoknak a barátainknak, akik első hívószóra jöttek. Mert én emlékszem, nyíregyházai Rotary klubnak volt az oktatása, az elnökök és titkárok oktatása, amikor kormányzasszony mutatta be az ő évét, a világelnöknek az évét, és akkor derült ki, hogy van egy gyermek, akinek szüksége lenne egy szívműtétre. Kormányzasszony a programba rendkívüli lehetőséget adott Gyulai Tamásnak, hogy ezt elmondja, és ha hiszik, hanem ennek a műtétnek a támogatása, kormányzasszony saját és cégének támogatása, és a Pödi Rotary Klubnak és Rotaristáknak a támogatása szinte perceken belül összehozta ennek a műtétnek az összegét. Arról beszélgetünk ugye, hogy műtét, és arról beszélgetünk, hogy gyerekek, és professzor úr és professzor asszony is elmondta, hogy több korosztály az, aki ebben a műtétben részt vett. Van egy bőjte csabája ennek az európai közösségnek, akiről túl sokat nekem nem kell mondani, mert ők sokkal, de sokkal jobban tudják, hogy bőjte csaba mit tesz Szűkepátriájában és a világ és az ország több pontján. Kikáló nem egy megbeszélésem van külföldön, és sajnos nem tudtuk átszerkeszteni 17 órakor ide a repülője Budapestről, itt lenne. De hát a kapcsolat nem csak a barátságról szól Bőjte Csabával és a segítségünkről, hogy támogatjuk őket, táborokba hozzuk a gyermekeiket, hanem van egy kisasszony, aki Bőjte Csaba egyik otthonában éli a mindennapjait. Nagyidának hívják őt, és ha hiszik, ha nem, a kisasszony tegnap Katona Márta professzor asszonyéknál járt a Szegedi Szent Györi Albert Tudományi Egyetem, a Szegedi Tudományi Egyetem orvos központjában a gyermekklinikán, és én megkérdeztem, sőt, ha ránéznek, akkor látják, ő egy egészséges kisasszony. Azt beszéltük meg Idával, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert neki volt már egy TV interjúja az előbb, és én láttam, hogy ő egy izgulós kis csajszik. Mit jelent az, hogy Bőjte Csaba ráteszi a kezét és segítő kezét nyújtja egy ilyen kisasszonynak a saját pátriájában, ott a kis közösségben, ahol ön is éli kisasszony az életét? Hát egy új életet ad nekünk, hiszen mindenkinek nem adatik meg az az élet, ami egy átlagos családban. Segít tanulnunk, hiszen van palucskák, ahol éppensége nincsen liceum, vagy hasonlók, és onnan át segíti őket,
hogy a liceumot kijárják, hogy segítsen nekik, hogy az életüket helyes útra terelje. A helyes út és az élet, amit Bőte Csaba biztosít, az önnek sokkal, de sokkal többet jelent, hisz úgy kerül kapcsolatban a Rotarival és a professzorasszony, a professzorral, hogy ön is érintve volt egy betegségben. Hogy derült ki ez a betegség? Hát az otthonban szokott lenni ilyen szűrővizsgálatok, és egy alkalommal jött egy doktorbácsi, Csilla nénivel együtt, és ők így segítette bejutni ebbe a Gift of Life programba, és a Rotary segített ide elkerülni. Azonnal, hogy egy kisgyereknek is, főleg anyukával, apukával érkezik, de egy kisasszonynak is, aki egy partnernővel, egy nőrszel jött, bekerülni egy fehér köpenyes világba és kimondani, hogy ez műnét lesz, az egy kicsit megrettenti az embert, még felnőttebb lehet is, nem hogy egy fiatal kisasszony. Milyen volt a fogadtatás a Szegedi Gyermekklinikán? Hogy éreztem magát, amikor elkezdődtek a vizsgálatok és kiderült, hogy műnét lesz a végre? Én örültem annak, hogy végre hát táncolhatok, sportolhatok, de egyrészt egy picit féltem is a műtéttől. Szerintem ez természetes, hogy félünk, de hát az, hogy folyamatosan segítséget kaptam, biztatásokat a doktoroktól is, de az asszisztensnőktől is, ezért így azt éreztem, hogy igen, ez kell nekünk. Mi az, hogy kell, sőt most már kijelenthetjük, hogy a kisasszony táncolhat, sportolhat, és úgy élheti az életét, mint mindenki más, vagy kérek bólintást Katona Mártától is, akinek csak sugó könyvbe lábadt a szeme. Csak mondom azt is, hogy Hajdú Lacinak is, és lassan nekem is. Professzor úr, professzor asszony, kijelenthetjük, hogy Ida egészséges? Ki? Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy Bőte Csaba egyik családtagja, a Gift of Life program segítségével, köszönve a támogatóknak, köszönve mindenkinek, az orvosi tímnek egészséges, és én azt kívánom, hogy 85 éves korában a kisasszony majd, amikor eljut álmai céljához, és már nagyon sok pénze lesz, mindig gondoljon arra, hogy lesznek újabb és újabb gyerekek, akiknek kell támogatás ahhoz, hogy ajándékozhassunk illetet. Nagyon szépen köszönöm, foglalj helyet! Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a támogatóinknak, akik a programot támogatják, és a kérdések előtt hagyj köszönjem meg, megérkezett itt a Jákos úr, a Kárpát-étterem igazgatója. Azt, hogy itt lehetünk, nagyon kedves barátom és a csapatának, hogy itt lehetünk, mert nekünk nagyon fontos, hogy a Rotary az nem csak a barátságról, nem csak a jó szándékról és a jó tenni akarásról szól, hanem arról is, hogy figyeljük egymásra. Én azt kérdezem az újságíróktól, hogy van-e kérdésük itt most Nagy Prémma előtt, és örömmel válaszol szerintem bármelyik rotarista barátom, vagy az asztalnál vendégeink is a kérdésekre. Ha nincsen, akkor mindenkit kérek, hogy jelezze nekem, vagy kollégáimnak, hogyha valaki benintetőt szeretne, és örömmel állunk rendelkezésre mindannyian. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Kérem önöket, hogy tegyék meg, hogy megírják, elmondják, hogy ez a program működik Magyarországon, ez egy fontos program, és én csak bízni tudok benne, hogy több barátunk lesz, aki csatlakozik hozzánk. Tudják, hogy Szegeden megalapítottuk a Jó Szívűek klubját, Ida is tagja lett, előbb-utóbb elkészül egy nagy könyv, egy győri szívműtött rotarista barátom mondta ki, hogy hát csináljunk egy Jó Szívűek klubját. A rotaristák jó szívűek, akiket pedig már egészségesen engedtek a kórházadóknak, főleg jó szívűek, úgyhogy várom mindenkit a Jó Szívűek klubjába, támogatóként. Köszönöm szépen, itt voltak. Bárha kérdezzenek a négy szent közt vendégeinkből és a barátainkból. Milyen ügyesen nyilatkozott szállítani.